Az Európai Bizottság decemberben tett javaslatot az alacsony jövedelemmel rendelkező háztartások energiahatékonyságának növelésére, és az Európai Parlament is támogatja az elképzelést. Így a jövőben a regionális fejlesztési alapforrásai is megnyílnak erre a célra. Ahol arra van szükség, falakat és tetőket lehet szigetelni, másutt megújuló energiaforrásokat, például napelemeket lehet a támogatásból felszerelni. Az energiahatékonysági beruházásokra ki tudjuk szélesíteni a támogatások körét egyrészt, másrészt az eddigi forrásoknak több mint a dupláját tudjuk erre a célra költeni. Bizonyos forrásokat ugyanis már eddig is lehetett a panellakások felújítására fordítani, de az új alapból igényelhető támogatások valóban érzékelhető javulást eredményezhetnek majd. 2013-ig a teljes panelállomány, magyarországi panelállomány 90%-át föl tudjuk újítani, ki tudjuk cserélni nyílászárókat, fűtéskorszerűsítést, tehát minden, ami energiahatékonysággal kapcsolatos beruházás, szigetelések, és hát ugye a szigeteléssel együtt a homlokzatfelújítások. A támogatás az építőipari kisvállalkozások számára munkalehetőséget teremt. Az elvégzett munkának köszönhetően pedig hosszú távon jelentős mennyiségű energiát takaríthatunk meg. A panellakásokban az energiának legalább 40%-át, egyes becslések szerint 70%-át is egyszerűen elpazaroljuk, mert rosszak a szigetelések, és az utcát fűtjük, és korszerűtlen fűtőberendezésekkel. Az épületeken elvégzett korszerűsítések a klímaváltozásra is hatással lesznek. Kevesebb energia kell majd ugyanis az épületek fűtéséhez, márpedig az Európai Unió teljes károsanyag kibocsátásának 40%-áért az épületek felelősek.